Amikor azt mondjuk, hogy új várost építünk, akkor az nem csak azt jelenti, hogy néhány épületet felújítunk. Ez egy nagyon sok nehézséggel, nagyon sok feladattal és ugyanakkor komoly felelősséggel járó feladat is. Ezért is van szükség erre a széleskörű támogatásra, erre a nagyon hatékony együttműködésre, mert erre az építő munkára az önkormányzat egyedül nem lenne képes. És szeretném megköszönni önöknek az elmúlt egy évben nyújtott segítő támogatást és hozzáállást, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy ez az új épület itt most felépüljön. Az új piaszcsarnok építésével nem áll meg ez a munka. Összesen 2,5 milliárd forint az az összeg nagyságrendileg, amelyik most este költ a következő években. Ez mind a megyei önkormányzat a topos pályázatok keretében elért forrás lehetőség volt. Tiszafüredre ebből 2,5 milliárd forint jutott, és 2014 óta összesen 5 középületet újítottunk fel, a Városházát, a Művelődési Házat, a Régi Egészségügyi Rendelőt a Nefelejts úton, a Sportcsarnokot és a Licsi-Eremér Sporttelepet. Ezen kívül 2 teljesen új épületet építettünk a közintézmények sorában, ahol most vagyunk az új piaszcsarnok és majd a hamarosan átadásra kerülő új orvosi rendelő. Mi ezt jó szívvel építettük és jó szívvel adjuk át a városnak, mert hiszük és valljuk azt, hogy a tiszafüredieknek jár a jobb körülmény, jár a jobb környezet az a vállalkozóknak, a civil szervezeteknek és minden egyes tiszafüredi lakosnak. Azt mondta, hogy a Tiszafürednek fel kell zárkózni azokhoz a településekhez, amelyek jobb adottságokkal rendelkezik. Ki kell javítanom, polgármester urat? Tiszafüred már nem felzárkózik, hanem Tiszafüred már iramot, ütemet és példát mutat azoknak a településeknek, amelyek szeretnének fejlődni, amelyek szeretnének újat, szebbet és többet adni a lakosságnak. Én gratulálok Tiszafürednek, minden tiszafüredi lakónak, és kívánom azt, amikor néhány hónap múlva bejövünk ebbe a csodálatos új épületbe, akkor ne azt érezzük, hogy egy gyógyszertárba vagyunk, ne azt érezzük, hogy egy könyvtárba vagyunk, hanem azt érezzük, hogy igen, itt vagyunk Tiszafüreden, a vásárcsarnokban, azokkal a megszokott árusokkal, akik húst, halat, gyümölcsöt, vagy nagyon finom csigatésztát árulnak. Minden családnak megvannak azok a hagyományos útvonalai, amiről a képviselő úr is beszélt, hogy bejövünk és csukott szemmel meg fogjuk találni a termelőt. Bízom benne, hogy néhány hét múlva, egy-két hónapon belül valóban csukott szemmel oda fognak találni újra a termelőikhez. Valóban azok a minőségű helyi termékek, amik eddig is megörvendeztették a tiszafüredi és tiszafüredre látogató fogyasztókat, azok a jövőben is helyet kapnak itt ezen a piacon. És amit még polgármester úr nem is vázolt föl, hogy mennyire fontos ez egy helyi termelőnek, mennyire fontos a helyi fogyasztónak, hogy egészséges és jó minőségű helyi élelmiszerhez juthat. Ahogy a piac fog fejlődni, úgy fog fejlődni a város is. Ezáltal olyan erő tud maradni a településen, ami a helyi gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen.